A haza iránti elköteleződésről és áldozatkész szolgálatról tettek fogadalmat azok a katonák, akik teljesítették a Klapka György lövészdandár vezette alapkiképzést. A Tatai vár udvarán 60-an szavalták el a katonai esküt, amelyet Igaz Gergő Zoltán közkatona mondott elő. Az ünnepi eskütételen Lippai Péter dandártábornok, a Magyar Honvédség parancsnoksága kiképzési csoportfőnökség csoportfőnök helyettese szólt az esküdtevőkhöz. Amikor szerződést kötöttek a Magyar Honvédséggel, talán még nem is fogták föl, hogy függetlenül a vállalt időtartamtól nem egy munkahelyre jöttek, hanem egy hivatást választottak, ahogy azt az esküjükben is fogadták. Most itt állnak, letették esküjüket, szeretteik, vendégeik és parancsokaik előtt, és vállalták, hogy szükséghelyzetben készek a haza védelmében a legdrágábbat, az életüket is feláldozni. Ne feledjék, a katonai eskü egy életre kötelez. Még akkor is, amikor már nem fogják viselni ezt az egyenruhát. Érezniük kell azt a felelősséget, amit a megszerzett nem mindennapi speciális katonai ismeret és az adott szójelek. A csaknem 2 hónapos alapkiképzést követő eskütétellel a Tatai alakulatnál felkészített katonák megkezdik aktív szolgálatukat a Magyar Honvédség kötelékében.